kárt ennek a drága alkalomnak vége. De mondanám azt, hogy holnap a gyerekeknek lesz foglalkozás itt a gyülekezetnél, és hívjuk nagy szeretettel őket, a gyerekeinket, innen a településről, hogy jöjjenek délután 14:30-kor. És kérem, hogy legyenek a gyerekek pontosak, hogy 14:30-ra legyenek itt, mert 14:30-kor kezdődik a foglalkozás. Tehát kérem szeretettel a szülőket és a gyerekek is, akik most itt vannak, hogy tudják azt, hogy a testvéreim, akik Amerikából jöttek, maradnak még itt, és holnap hétfő 11-én 14:30-kor gyerekfoglalkozás lesz, és majd a többi programok majd meg fogjuk beszélni. Küldjük köszöntésünket minden gyülekezetnek, ameddig oda jutott közétek, amikor újra találkozunk mindenkivel kisebb körben, addig is vigyétek el a székeit és a köszöntésünket. Én kívánok mindenkinek nagyon-nagyon áldott feltámadás ünnepét, húsvét ünnepet, ahogy hallottuk kedves barátoktól, polgármester úrtól, dr. Nagy Jánostól. Vannak közösségek, keresztény gyülekezetek, a katolikus gyülekezetre gondolok itt egyházra, akik már bőven vannak, már ez a hét, meg az elmúlt hét is, meg még két hét is. Étkezésben is, életmódban is, és minden szempontból próbálnak olyan életet élni, amit úgy hívnak, hogy bőt. Én is szoktam bőtölni, nem azért mondom, hogy dicsekedjek vele, de amikor szoktam bőtölni, akkor jön az emberben az inger, hogy egyen, jön az éjség. És amikor az az éjség jön, akkor tudom, hogy bőtölök, és itt a imádkozom. Tehát az egy figyelmeztetést ad nekem, arra nézve, hogy imádkozzak azért, hogy azokért, akiket éppen Isten szívemre helyez. Nagyon szép minta, példa, a testvérünktől megtanulhatjuk, hogy ebben az időszakban, bőtölésben, csendességben, megtisztult szívvel, átadott élettel készüljünk a világvasárnap ünnepségére. Amúgy ez a fekete vasárnap, ugye? Mi is gyerekkorunkban úgy tanultuk ezzel a fekete vasárnap, az ünnep sorozata, és a jövő héten pedig már az Úr Jézus bevonulása, és annak az emléki ünnepe lesz, amikor bevonult Jeruzsálembe, jön a nagypéntek, Jézus Krisztus halála, szenvedése, amikor a templomkárpitől ketté szakadt a föld elsötétül, és Jézus Krisztus elmondta, a fájdalmak férfia, betegség ismerője elvégezte. Elvégezte a váltság munkáját. Sokan azt hitték, hogy a sírba maradt, mert betették a sírba. De amikor mentek az asszonyok kora reggel, hogy megkönnék az ő testét, ott voltak az angyalok, a fejjelulás angyalok, és azt kérdezték, miért keresitek az élőt a holtak között? Feltámadott! Én az Úr! Nekünk élő Krisztusunk van! Azt kívánom minden jelenlevőnek, helyieknek, vendégeknek, Isten nagyon-nagyon áldott, örömteli húsvét ünnepet. Testvéreim,